Sziasztok! Kértetek körbetekintő videót, hát most Budapestről tudok ilyet hozni, mert hogy a nyaralásnak vége, a nyaralás lejárt, úgyhogy csak a általam járt környékeket, ugye Budapestet és Dunakeszit tudom mutogatni, de hát itt is van bőven elég látnivaló. A Szentkirályi Alexandra utcában vagyunk, viccet félretéve a Szentkirályi utcában, és akkor ne az én pofámat nézzétek, hanem úgy kezdődik a dolog, hogy itt látjátok ezt a forgalomtechnikát, ami ugye metrópótláshoz kapcsolódik, de most éppen nincs használatban, mert hogy ugye most a metrópótló kökiig jár, de ugye a Kálvin téri végállomás esetén itt szokott fordulni. Hát aztán sokaknak ugye a fogászat juthat eszébe a Szentkirályi utcáról. Én még soha nem voltam itt fogászaton, bár azt tudom, hogy a szájsebész, aki jó pár éve csinálta a fogaimat, itt is dolgozott, csak engem a 6. kerületi rendelőben fogadott, mert akkor még ott laktam. Hát látjátok, itt van a buszsáv kialakítva, idéglenes forgalomtechnika, ami most idéglenesen nincsen használatban. Na és akkor menjünk tovább, mert ugye nem a Szentkirályi utca lesz a téma, meg az Üllői út, ahol ugye jó nagy a zaj, tehát innen próbálunk menekülni. Amúgy ezt is szeretitek, tessék, itt van a telefonfülke. Ugye hát Budapesten is kell legyen telefonfülke, ez ilyen kártyás. Nem tudom, hogy kinek van még telefonkártyája. Megnézzük a de vonalat. Így. Van vonal, csak hát éppen kártya nincs hozzá. Úgyhogy ilyet mi nem tudunk használni, ezt nem tudjuk kipróbálni. De majd egyszer, ha kéritek, írjátok meg kommentben, akkor majd veszünk valami olcsó telefonkártyát a postán, vagy a Matávnál, vagy nem tudom hol lehet, és akkor kipróbálunk egy ilyet is. Hát ugye azt mondja, hogy ha 3000 lakosonként kell egy, akkor Pesten hánynak kell lenni? Telefonfülkének Budapesten? Hát olyan 500-nak. Na most pont beváltott a lámpa pirosra, úgyhogy ezen nem megyünk át. Addig nézzétek a metrópótlót, és oda megyünk szembe, látjátok ezt a szép parkot. A Markusovszky Park lesz a mai téma, és azt fogjuk körbetekinteni, ugye ez a 9. kerületben található, itt az Üllői útnak most kifelé nézünk, ugye Vecsés felé, és balra a 8. kerület, Józsefváros, jobbra pedig Ferencváros, a 9. kerület található, itt megy egy metrópótló, meg még egy. Ugye én, ha metrópótlóval utazok, akkor mindig megvárom, amikor jön vagy kettő, és az üresebbikre szállok fel. De ez nem mindig sikerül. 3, de jó. Vezzeg, amikor én utazok vele, akkor nem jön 3 egymás után. Meg még a típust is nézni szoktam, hogy melyik a jobb állapotú kocsi. Főleg így nyáron, hogy működjön rajta a légkondi, meg ilyenek. Na, szóval most átvegyünk Józsefvárosból Ferencvárosba. Pécset ilyenkor már megállt volna a kocsi, de egyébként amúgy ott egy kicsit, hogy is mondják ezt, kicsit lassabb az élet, ott türelmesebbek. Hát itt, ha megállnának, akkor azért föltorlódna a kocsisor, itt dinamikusabban kell vezetni. Hát itt van egy ilyen parkoló, ez egy ilyen, hát tudjátok, az ilyen belvárosi fizetős parkolók foghítelkeken, hát itt is van egy ilyen, nem tudom, láttátok-e a Parkoló című filmet, 2010-es években csinálták, nagyon jó kis film, ajánlom figyelmetekbe. A múltkor fönn volt a YouTube-on, de a Filmion is fönn van, úgyhogy érdemes megnézni. Na, és hát ez a Markusovszky tér egyébként egy foghítelken létesült, a II. Világháborúban itt lebombázták az épületeket. Amúgy dohánygyár volt, és azt hiszem egyetemi konyha, ilyen egyetemi kajálda. De hát ugye ezeket nem építették újra, ugye nagyon sokáig, évtizedeken keresztül, sőt még most is akadnak a városban foghítelkek. És hát ez is egy ilyen, csak hát ez közben be lett parkosítva, és akkor
ilyen lett. Hát itt nem tudom mi volt, ez valami csobogó volt, vagy nem tudom. Na minden esetre, még annyit el kell mondani, hogy a... Ja, nézzétek meg, milyen szép nagy fák nőttek itt a 70 év alatt, vagy 75 év alatt itt a parkban, vagy nem tudok elszámolni odáig, 77 év alatt. Úgyhogy igen, és azt kell elmondani még, hogy ugye Markusovszky Lajosról nevezték el a teret. Egyébként nem tudom, régen ez divat volt, hogy nem a teljes nevét használták a névadónak, és nem a teljes nevét használták, a Deák tér is, ugye csak később lett Deák Ferenc tér, és ugye itt is az van. Markusovszky Lajos egyébként orvosprofesszor volt 19. században, és a szabadságharcban is részt vett, 1848-49-es szabadságharcban, de nem mint katona, hanem mint orvos, hát a, ugye katonai területen. Hát ez a 3-as metrónak a szellőzője. Itt föl is van címkézve ilyen M3 projekt, meg ilyen dolgokkal. Ez annyira nem épületes látvány. Egyébként nagyon kellemes kis zöld tér, bár viszonylag lepukkant állapotban van. És most idén év elején cikkeztek róla, hogy nagy tervpályázat volt, meg előtte ilyen közösségi tervezés, meg ilyenek, és hogy fel akarják újítani az egész teret, átépíteni. Mondjuk benne van ebben egy 120 férőhelyes mélygarázs is, amit ugye én személy szerint nem szoktam szeretni az ilyen dolgokat, de hát itt szükségesnek tartják. Amúgy ugye kutyafuttató is van a területen, és hát a másik fontos létesítmény a parkon kívül az ugye a játszótér, úgyhogy a gyerekeknek ez nagyon fasz a kis helyszín. Látjátok? Most éppen nem játszanak a gyerekek, mert még reggel 8 óra van, most nyári szünet van, úgyhogy valószínűleg alszanak. Aztán itt egy kicsit rá tudunk pillantani a környékbeli épületekre is. Szóval egy ilyen korszerű, aktív, szabadidő sport és zöld parkot akarnak ide építeni. Hát kíváncsi leszek, hogy mikor fog ez megindulni, mert ilyen februári cikkeket találtam róla. Nem tudom, hogy mikor, vagy hogy csak a pályázat volt, aztán a pénz nincs meg rá, a fene tudja. Minden esetre azt mondják, hogy meg fog újulni a park, aztán még zöldebb is lesz több fával, meg ilyenek, hát majd meglátjuk. Amúgy én ezen a téren, ebben a parkban még nem jártam soha. Csak a tróli buszról láttam, a 83-asról annak idején, amikor jártam vele. Nézzétek meg, milyen játszótér. Hát a mi időnkben azért nem voltak ilyen fasza játszóterek. Ilyen kis torony, csúszda, minden, nagyon fasza. De hát most már nem megyünk játszóterezni. Na és akkor menjünk tovább. Egyébként elvileg valahol a téren van a névadónak, Markusovszky Lajosnak a szobra, de ezt nem sikerül egyelőre megtalálnom. De lehet, hogy másik részén van a térnek, úgyhogy majd meglátjuk. És akkor megyünk tovább. Egyébként abból az apropóból vagyok itt, hogy a új üzemorvosi céggel állapodott meg a mi cégünk, és akkor most ide kell jönni üzemorvoshoz. Hát már voltam egyébként a hét elején egy másik helyen, csak késett a busz, aztán jól elkéstem, és elhajtottak a francba. Úgyhogy most eljöttem, úgyhogy egy órával korábban ide érkeztem. Na hát itt ilyen padok vannak, meg ilyenek, és ott is egy ilyen kis pihenő park pingpong asztalokkal. Úgyhogy most is van azért aktív része a térnek, de hogy ezeket akarják teljesen megújítani. Hát nem tudom, a látványterveket nézegettem, ugye ezekben a cikkekben írták. Tehát azért ez is elég jó kis ilyen kis kondipark, meg lehet itt sportolgatni, meg edzegetni, meg pingpongozgatni. Szóval abban elég sok térkő látszott, ugye most ez a divat, hát remélem, hogy nem lesz nagyon térköves, bár mondom, nem az én dolgom, mert én
ugye nem itt lakom, meg nem is fogok, hát mondjuk a szomszéd kerületben fogok lakni valószínűleg, nem sokára, de összességében nem szeretem az ilyen térköves dolgokat, ilyen nagyon térköves dolgokat, és itt már látszik, hogy elkezdődött az építkezés, itt a térnek a délnyugati sarkában már komoly munkálatok folynak. Szerencsére láthatóan nem a fák kivágásával kezdték, tehát nem úgy fog kinézni, hogy majd 30 év múlva megnőnek a fák, hanem meghagyták a régi fákat, és akkor állítólag még ezek mellé ültetnek majd újabbakat. Na hát menjünk tovább, gyönyörű konténer, kukavlog. Látjátok, konténer. És akkor menjünk itt tovább. Ott van olyan párakapu, ami már, hát most már ilyen aszályos időben már ilyenkor reggel is indokolt. Nézzétek meg a fasz a játszótér. És akkor menjünk tovább. És nézzük, hogy mi található itt még. Ugye található Bubi állomás. Ugye az aktív közlekedésnek a egyik állomása, és ami Budapesten viszonylag rosszul ellátott terület, ugye, hogy hova menjünk pisilni, meg egyéb dolgokat intézni, hát itt ez megoldott, pénzbedobós, 1 euró vagy 250 forint, ott kell bedobni a pízt, úgyhogy van, lehet menni pipikélni, hát ilyen korszerű zöld villamosnak hívták ezeket. A régiek úgy néztek ki, mint a villamos, mint a régi villamosok formára. Egy-kettő van még a városban, és ezeket akkoriban zöld villamosnak hívták. Hát, itt ugye egészen átalakult belső Ferencváros az elmúlt évtizedekben. Látjátok, hogy új terek, új épületek, kapcsolódva a régebbiekhez, ugye? Vagy ez is új? Az is új. És akkor nézzünk a térnek a másik felére, hát a szobrot nem találom. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy az nem pont itt van, mert amikor beírtam a Google-ba, akkor Szombathelyet írt ki. Már ugye egyébként Szombathelyen meg Budapesten is kórház van Markusovszky Lajosról elnevezve. De most kellene, hogy legyen itt egy mellszobra, amit én most itt nem lelek. Még a köztérkép oldalon is csak a szombathelyi volt rajta. Na, és akkor menjünk a tér másik oldalára, az általam ismertebb oldalára, amit régebben a trolibuszról időnként láttam. Ugye? Mert mondom, én ezen a téren még soha nem jártam, tehát most vagyok itt először konkrétan. És hát itt ezen az oldalon állt egy híres, mások szerint hírhet ilyen kulturális létesítmény. Mozi volt, egyébként korábban azt hiszem bérháznak épült, hát mára lebontották, aztán mozi volt, Kinizsi mozi a rendszerváltás előtti időkben, aztán azt hiszem Blue Box, és itt működött a tilos rádió, meg ilyen alteros szórakozó hely volt. Hát valahol itt állt. És hát aztán volt egy-két botrány, tehát most ebben nem akarok részletesen belemenni, ezt elolvashatjátok, lehet, hogy be is linkelem a Wikipédia cikket. Volt egy-két botrány, és nem tetszett az akkori vezetésnek, tehát egy ilyen liberális, jobboldali politikai adok-kapok kezdődött. Egyébként, ha jól tudom, mindkét oldalról elég durva dolgok hangzottak el, tehát most az illiberális kormányzás alatt, hogyha objektívan akarjuk ezt a kérdést tekinteni, akkor nem biztos, hogy egyik vagy másik oldalra kell szavaznunk. Minden esetre voltak ilyen túlkapások, ilyen egy-egy alkalommal ilyen, hát állítólag keresztény ellenes kijelentések, meg ilyenek, és akkor ezt ugye jobboldal nagyon felkapta, és akkor még jobboldali városvezetés volt itt a Ferencvárosban, és ők úgy döntöttek, hogy akkor ezt bezáratják, ezt a helyet, és akkor 2008-ban be is zárt a hely, ugye ez a Kultiplex, egyébként egy ilyen
fasz a komplex kis kulturális létesítmény volt. Mondom, ilyen főleg ilyen alteros, meg ilyenek, de ez az egy-egy botrány, ez így megpecsételte a sorsát sajnos, pedig ugye azért nem ez volt az általános, de hát ez van, és akkor 2008-ban az akkori önkormányzat lebontatta, pedig próbáltak műemlékké is nyilvánítani, hát nem tudom, hogy építészetileg mennyire volt értékes. Én nekem egy ilyen egyszerű, lecsupaszított épület rémlik, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Ugye most 100 éves lenne kb. Az épület, valamikor a 20. század elején épült. Hát a szobrot nem találtuk meg, aki környékbeli és ismeri, írja meg, hogy hol van a Markusovszky mellszobor. Valamilyen kollégium előtt olyat is írtak, de hát itt valószínűleg több kollégium is van, és nem írták konkrétan, hogy melyik előtt. Úgyhogy, hanem, hogy a kollégium előtt. Úgyhogy hát ezt ugye nem találtuk meg. És akkor szerintem itt le is zárom ezt a dolgot. Éppen jön a trólibusz. Ugye 83-as érkezik, egy GVM troli. Úgyhogy azt fölvesszük, és szerintem ez is lesz a zárókép. Nézzétek meg, 266-os GVM troli. Ganz villamossági művek és az Icarus koprodukciójában készült. És valószínűleg nem sokára eltűnnek a Budapest útjairól ezek a trolibuszok, mert hogy jönnek az új Solarisok, ez már hivatalos. Már idén is fognak érkezni az új önjáró trolik, és akkor a GVM-ek azok lehet, hogy elmennek nyugdíjba a nosztalgia flottába. Hát nagyon köszönöm, hogy ezt a körbetekintő videót megnéztétek. Írjátok le, ha tetszett, csinálok akkor máskor is. Én meg most leülök olvasgatni, mert van még vagy 3-4 órám, és tőletek meg elbúcsúzom. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, csüssz!